Oké, mielőtt belevetjük magunkat az elemzésbe, szeretném kicsit szintre hozni mindenkinek a tudását az erődő szabállyal kapcsolatban. A szabály lényeg az, hogy ha 25 FPS-ben rögzítesz videót, akkor 1/50 záridőt kell használnod ahhoz, hogy a mozgásból adódó elmosodás természetesnek hasson. Amerikában nem PAL, hanem NTSC alapú rendszer van, ezért náluk a 24 FPS a standard, ők pedig 1/48-on rögzítenek, ha a szabályok szerint játszanak. Ismerheted még ennek a nevét 180 fokos záridőszabályként is, az elnevezés onnan ered, hogy a régi időkben egy kör alakú szerkezetet használtak arra, hogy exponálják a filmet felvétel közben. A körnek csak a fele engedett át fényt, tehát egy ciklus felében kapott fényt a film, a másik felében nem kapott, majd jött a következő filmkocka. Ez a szokás leginkább kényelmi okokból alakult így ki, választhattak volna 180 fok helyett akár 210 fokot is, akkor egy kicsit jobban elmosódna a mozgás, ehhez szokott volna hozzá az emberi szem és az agy, és most ezt tekintenénk helyesnek, filmesnek, szinematikusnak, akárhogy is akarjuk nevezni. Tehát maga a szabály nem egy tudományos módszerekkel kikísérletezett folyamat eredménye, hanem nagyjából így természetesnek tűnt a mozgás a mozivásznon, és azóta is ezt alkalmazza mindenki. Egyáltalán azért merül fel a kérdés, hogy mikor és mennyire kell betartani a szabályt, mert például szabadtéri forgatás közben, amikor rengeteg napfény áll rendelkezésre, sokszor nehéz 1/50 környékén maradni záridőben, ha csak nem akarjuk feláldozni a mélységillességet. Ilyenkor szokott előkerülni az ND-filter, ami mint egy napszemüveg lecsökkenti a szenzorba érkező fény mennyiségét. Filtereket használni nyilván kényelmetlen, gyakran megesik, hogy videósként a könnyebbik utat választjuk, és csak jól feltekerjük az záridőnket. Még egyébként filmekben is tetten lehet érni, hogy nem mindig a szabálynak megfelelően vettek fel bizonyos jeleneteket, leginkább akkor, amikor egy lassított felvételt végül nem lassítva játszanak vissza. Tegyük fel, hogy ezt a részletet 120 FPS-ben rögzítették, mert egy montázs része lett volna, azonban a vágó végül tökéletesen idepasztolónak találta és beletette a sorozatba lassítás nélkül. Ha 120 FPS-ben vették fel, akkor a 180 fokos szabály szerint 1/240-et kellett, hogy legyen a záridő, így marad természetes az elmosódás, amikor lelassítod. Azonban, ha ezt a felvételt egy klasszik 24 FPS alapú anyagba vegyíted, nem tudsz 120 képkockát belesűríteni minden másodpercbe, mert csak 24 helyed van. Ez azt jelenti, hogy csak minden ötödik képkockát fogod felhasználni, és ezzel nincs is semmi baj. Azonban ezáltal a végeredmény az, hogy egy 24 FPS-ben rögzített 1/240 záridejű felvételet kerül az 1/48-os felvételeid mellé, a különbség pedig elég feltűnő tud lenni. Néha a rendező szándékosan használja ezt az effektust, hogy egy akciójelenetben kihangsúlyozza a mozdulatok erejét, mert élesebbnek tűnik tőle a mozgás, de nagyobb mozdulatok esetén már inkább szaggatottnak nevezném. Ha látod, amiről beszélek, akkor nem szorul több magyarázatra, ha viszont nem látod a különbséget, és tudom, hogy van, aki nem veszi észre, akkor létjogosultságot nyer ez a kísérlet, amit múlt héten csináltunk. Most pedig nagyon remélem, hogy szereted a számokat, mert nagyon sok következik, és szét fogjuk őket elemezni. A tesztet összesen 255-en töltötték ki, köszönöm mindenkinek, aki részt vett benne. A 255 főből 129, tehát majdnem pontosan a fele titulálta magát lelkes filmnézőnek, azaz szakmailag nem hozzáértőnek. Egy kicsit kevesebben, 107-en helyezték magukat a skálán középre, azaz rendelkeznek tapasztalattal, de nem mondanák magukat profinak. Végezetül pedig mindössze 19 kitöltő merte magát hivatásos szakembernek nevezni. Mivel a csatornám kitöltői vettek részt ebben a tesztben, könnyen elképzelhető, hogy itt a laikus szemek vannak alulreprezentálva, nem hiszem, hogyha véletlenszerűen megkérdeznél 250 embert, 19 azt mondaná, hogy foglalkozás szinten készít videókat, de ez csak annyiban fogja befolyásolni a végeredményt, hogy a hétköznapi életben valószínűleg rosszabbul teljesítene az átlagember. Kezdjük madártávlatból. A 13 kérdésre adott összesen 3315 válaszból 1223 számít helyesnek, ha szigorúan veszük a 180 fokos záridő szabályt. Azokban az esetekben pedig, amikor volt lehetőség nem tudommal vagy nem látok különbségettel is válaszolni, a válaszadók 13,68%-a élt ezzel a lehetőséggel, azaz beismerték, hogy nem tudnak határozottan különbséget sem tenni kettő vagy több felvétel között. Kis túlzással ez azt jelenti, hogy az emberek fele vagy nem lát különbséget, vagy csak nem tud helyesen különbséget tenni a helyes és helytelen képelmosódás között. Ennél persze lehet pontosabb következtetéseket is levonni, ezért nézzük meg a kérdéseket egyesével, közben tudod ellenőrizni, most helyesen tudnál leválaszolni. Az első teszt kérdése az volt, hogy melyik felvétel mozgása tűnik természetesebbnek. Válaszold meg a fejedben gyorsan, ez a rész inkább az elemzésről fog szólni, ha az egész tesztre kíváncsi vagy, nézd meg az eredeti videót. A záridő szabály szerint a helyes válasz a B, ami 1/50-en lett felvéve, ezzel szemben az A videó zárideje 1/1000, a különbség ebből kifolyólag elég drasztikus, ugyanakkor ezen a felvételen nincs hatalmas mozgás, csak a kézgesztikulációm.
A válaszadók 10%-a mondta azt, hogy nem lát különbséget, 47%-nak sikerült eltalálnia a helyes választ, a fennmaradó 42% pedig helytelenül válaszolt. Ha lebontjuk csoportokra, tapasztalat alapján, akkor a lelkes filmnézőknél 42,5%-nak sikerült helyesen válaszolnia, ez az arány az alkalmi videókészítőknél 47,5%-ra emelkedik, a profiknak pedig egy elég stabil 78,9%-ot sikerült elérniük, tehát ez alapján az látszik, hogy egy gyakorlatszem még a kevés mozgás ellenére is észreveszi a jelentős záridőbeli eltérést. Annyit el kell áruljak, hogy ez nem mindegyik kérdésnél lesz így. A második teszt binárisan tette fel a kérdést, zavarja-e a szemed a mozgás? Erre nem tudom, hogy nem lehet felelni, mindenképp el kell köteleződni valamelyik irányba. Ebben a felvételben már volt is egy kis csalás, de csak azért, mert kíváncsi voltam, látszik-e majd bármi különbség. Ez egy 50 FPS videó, ugyanezen a 25 FPS timeline-on, az eridő 1/100, ahogy a szabály előírja, azonban nincs lelassítva. A technikailag helyes válasz ez alapján az, hogy igen, zavarnia kell valaminek a szemed, mert igenis kevesebb az elmosódás, mint lennie kéne. Ha nem lassítod le a felvételedet, akkor nem szabad követni a szabályt. Ez kifejezetten megosztotta a válaszadókat, nem meglepő, hiszen az előző teszttel ellentétben csak kicsit volt helytelen a záridő, 48% szerint nem volt vele probléma, 51% szerint igen, a három csoport közül pedig a profik teljesítettek a legrosszabbul, náluk csak 31% válaszolt helyesen, és pont a lelkes filmnézőknek kellett felhúznia a másik két csoport statisztikáját. Ugyanez volt a kérdés a harmadik tesztben, adok pár másodpercet, hogy hozz egy döntést, de már mondom is, hogy ez a felvétel ugyanúgy 1/100-on lett felvéve, mint az előző, csak nem 50 FPS-ben, hanem 25-ben. Ha egymás mellé tesszük a kezem mozgását, tisztán látszik, hogy nincs eltérés elmosódásban, tehát valós idejű visszajátszás esetén ugyanazon a 25 FPS timeline-on csak a záridő jelent különbséget. Ha tehát az elmosódás ugyanaz, akkor az eredménynek is ugyanannyinak kell lennie. Ugye? Nem. Míg az előző kérdése 51, addig erre már csak 20% válaszolt helyesen, itt viszont szépítettek a profik, akik most jobb átlagot hoztak, mint a kezdők és a haladók. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy hányan próbáltak trükközgetve válaszolni, következtetni a kérdések sorrendjéből, mert egyébként a 19 profiból 7-en változtatták meg a válaszokat az előző kérdéshez képest, annak ellenére, hogy ugyanazt az elmosódást látták mindkettő esetben. Szóval a javított statisztika a szerencse következménye lenne? Ki tudja. Negyedik teszt, helyesnek tűnik-e számodra a motion blur ebben a videóban? Ez már trükkösebb helyzet, hiszen itt lassított felvételről beszélünk, ehhez kevésbé van hozzászoktatva az emberi szem, valószínűleg emiatt is válaszolt minden negyedik ember bizonytalanul. A helyes válasz a kérdése, hogy igen, az 50 FPS felvétel 1/100-on lett rögzítve, a válaszadók 37,5%-a találta el, itt messze a profik voltak a legpontosabbak 63%-kal, illetve náluk csak 15% mondta, hogy bizonytalan. Az ötödik teszt ugyanezt a formulát követi, lassított felvétel, kérdés, hogy helyes-e a motion blur. Mivel az előbb már láttuk a kontrollfelvételt, szerintem itt a legegyértelműbb a különbség, persze ezt mi annak tudatában mondhatjuk, hogy tudjuk a választ az előző tesztre. Hiába a drasztikusan rövid záridő, akinek nem volt ilyen segítsége, mint nekünk, az gyakorlatilag ugyanúgy teljesített, mint az előbb, 38% találta le helyes választ, 1-2%-ot javított vagy rontott mindenki, azonban a bizonytalanok aránya 25-ről 12,5%-ra esett. Hatodik teszt, mostanra profik vagyunk, tudni fogjuk a helyes választ. Helyes-e a záridő, vagy sem? Mivel a tesztet én is kitöltöttem mindenféle csalás nélkül, konkrétan emlékszem, hogy ezt én sem találtam el. Itt a záridő 1-250-ed, ami azt jelenti, hogy kevesebb az elmosódás, de nem olyan erőteljesen. Engem simán meg lehetne győzni róla, hogy ez helyes, mindegy, hogy mekkora kijelzőn nézem. 31% adott helyes választ, 20% jelezte, hogy bizonytalan, a profik pedig 63%-ról visszaestek 37-re. Megtévesztő a lassítás. Úgyhogy nézzünk belőle még többet. A hetedik tesztben ismét két felvételt kell összehasonlítani, bár be kell ismernem, nem hatalmas közöttük a különbség. Mindkét felvétel 50 FPS-ben lett rögzítve, azonban az egyik zárideje közelebb jár a realisztikus értékhez, mint a másik. A helyes válasz, itt a B, ami 1/100-on lett felvéve, az A felvétel zárideje 1-250-ed. Itt talán a legérdekesebb statisztika az, hogy 5% azt reagálta, hogy nem lát különbséget a két felvétel között, a profik majdnem 90%-a eltalálta a megoldást, de a teljesen átlag is 57%-ot ért el, tehát eddig ez számított a legkönnyebb tesztnek. A könnyű teszt után szerettem volna megint trükközni, megpróbáltam mindenkit jól átverni a 8. tesztben, ahol is két 50 FPS felvételt használtam, mindkettőt lelassítva, az egyik helyes záridővel, a másik viszont hosszabb záridővel rendelkezik, tehát több is az elmosódás, mint ami természetesnek kell, hogy tűnjön. A helyes válasz itt az A volt, 46%-nak sikerült eltalálnia, mindhárom csoport egyformán teljesített, de megint volt 10 ember, akik nem láttak különbséget a videók között. 9. teszt, utolsó példa a pörgő ruddal, a kérdés pedig ugyanaz, mint eddig. Melyik tűnik természetesebbnek a kettő közül?
A válasz nagyon meglepett. Azt hittem, hogy gyakorlatilag mindenkit be tudok húzni a csőbe. Ez a két felvétel ugyanaz, és 24% azt is válaszolta, hogy nem lát különbséget közöttük. A kezdők és haladók 23%-a adott jó választ, a profik pedig 31%-ot tudtak felmutatni. Tizedik teszt. A fotózásban, videózásban sok múlik az összehasonlítási alapon. Ha egy filmnek van egy nagyon erős zöldes tónusa, lehet, hogy 10 perc után hozzászokik a szemed, és nem veszed már észre egyáltalán. Ha viszont lenne benne egy erős váltás természetes színekre, azonnal feltűnne. Most tehát 4 felvételt nézünk egymás után levetítve, ezek közül az egyiknek csúnyán le van húzva 1-2000-re az árideje. Folyamatában meg tudod-e mondani, melyik volt az? Ismét be kell ismerjem, hogy nem tudtam megmondani a helyes választ, de a többi választottunak is csak az 51%-a találta el, hogy a negyedik volt az. A kezdőknél 47, a haladók 53, a profik pedig 73%-ban adtak helyes választ, 14,5% pedig beismerte, hogy nem tudja megmondani. 11. teszt, 2 futó felvétel, az egyik nagyon rövid, a másik helyes záridővel lett felvívve. A kérdés, hogy az A vagy a B felvétel a helyes. Nem segít a válaszadásban, hogy az autofókusz nem egyformán követte le a mozgást, ezért úgy fel, ha ennek az eredményét figyelmen kívül hagyjuk, az A videót, mint helyes választ, átlagban 26%-nak sikerült kiválasztania, a profik is csak 37%-ig jutottak. Most pedig következzen a 12. és 13. teszt, erre voltam a leginkább kíváncsi, mert egészen egyértelmű, hogy messze nem látjuk olyan tisztán az áridő hatását, mint azt hinni szeretnénk. Ha viszont tételezzük fel, hogy nem számít teljesen, betartjuk-e a szabályt vagy sem, akkor felmerül a kérdés, hogy milyen mértékben lehet megszegni, anélkül, hogy feltűnő lenne. Nézd meg ezt a 7 felvételt, a használt záridő fokozatosan csökkenni fog. Választ ki annak a videónak a betűjelét, amelyiknél már nem zavarta a szemet az elmosódás mértéke, vagy annak a hiánya. Sokat is segítettem abból a szempontból, hogy relatíve nagy mozgást végzek, tehát a különbségnek szembetűnőnek kell lennie. Szóval, ha megvagy, mert mondom a helyes választ. 1/50-es záridővel ezek közül az E felvétel rendelkezett, az A videó 1/2000-ről indult, a G pedig 1/15-ön lett felvéve. Azt nem igazán értem, hogyan válaszolhatta három ember azt, hogy egyik videó sem volt nekik zavaró, a G-től konkrétan kiesik a szemem. A válaszolók 16%-a találta el, hogy az E videó az arany középút, a kezdők és haladók egyformán 15% körül, a profik pedig 26%-ban adtak jó választ. Ennek az eredményét egy másik grafikonnal jobban lehet ábrázolni, a többség az 1/100-ra szavazott, de még az 1/320 is több voksot kapott, mint az 1/50. Az egyértelmű ebből, hogy 50 alá nem érdemes menni, de felfelé egészen megbocsájtóak az emberek. Végezetül pedig megfordítottam a kérdést, ha van ugye egy pont, ahol helyessé válik az áridő, vajon melyik videónál válik ismét zavaróvá az elmosódás mértéke? Kaptam rá visszajelzést, hogy nem volt kifejezetten érthető módon feltéve a kérdés, szóval megint óvatosan vonjunk csak le következtetést, de több mint 250 emberből 64 azt mondta, hogy az egyébként helyes záridő nekik már zavaró volt, 80 ember szerint az 1/25 nem természetes, de 43 tesztelő számára csak az egyértelműen nézhetetlen 1/15 vált zavaróvá. Azt pedig mondani sem merem, hogy 4 ember azt válaszolta, hogy az összes felvétel zavarta a szemüket. Összességében 31% találta el, hogy az F videó az első, ami a helyes értéknél hosszabb záridővel lett felvéve. Szóval jöjjön az összegzés. Vizsgáljuk először azokat az eseteket, ahol drasztikusan helytelen záridőt használtam, ilyenkor nagyjából 50% körül volt a helyes válaszok aránya, de lassított felvétel esetén ez 38%-ra esett vissza, hiába volt az záridő 1/1250. A magukat profinak tituláló személyek ezekben az esetekben 70-80%-ban is tudtak helyesen válaszolni, de van, ahol 30% körüli eredményük volt. Még ezekben az elvileg szélsőségesen egyértelmű esetekben is. Amikor 2 egyforma felvételt mutattam be, a profik 31%-a vette csak észre, hogy nincs különbség. Egy-két kivételt leszámítva elmondható, hogy a tapasztaltabb néző jobban teljesített a kevésbé tapasztaltnál, de a haladók átlagosan csak 3,75%-kal verték a kezdőket, a profik pedig átlagosan 10,87%-kal teljesítettek jobban a haladóknál. A második tesztnél egyébként fordított volt a sorrend, ott a kezdők tippeltek a legjobban. Ha azokat a teszteket nézzük, amikor nem volt a helyes záridőtől drasztikusan eltűrő a beállítás, a helyes válaszok aránya 38,2%-ra esik vissza. Egy másik érdekes tapasztalat, hogyha bemutatod az embereknek ugyanazt a felvételt egy rakás különböző záridővel, a 18%-uk szerint az 1/2000 vagy az 1/800 természetesebbnek tűnik, mint az 1/50. Ez ennél a tesztnél 46 embert jelentett, 2 közülük profi videósnak titulálta magát. Szóval muszáj vagyok azt mondani, hogy társadalmi szinten teljesen túlértékeljük az áridőszabály jelentőségét. Minél magasabb szaktudású közönség fogja látni, annál valószínűbb, hogy feltűnik nekik, ha nem tartottad be a szabályt, de ha csak nem extrém rövid záridőt választottál, jó eséllyel ők sem veszik észre. Minél több a mozgás, annál egyértelműbb, a lassított felvételek viszont torzítják az érzékünket.
Könnyen elképzelhetőnek tartom, hogy még 1-320-at környékén is vehetsz fel mondjuk interjúkat, és soha senki nem fogja tudni, hogy csaltál. Egy viszont biztos, ne adj át 50 vagy 60 FPS-ben anyagot, bár ezt nem lehet itt YouTube-on tesztelni, de az a tapasztalat, hogy erre a legérzékenyebbek az emberek. Azt kell mondjam, hogy nem teljesen erre számítottam. Abban biztos voltam, hogy nem fogunk tudni egy 50-es felvételeket megkülönböztetni egy századosaktól, de az eredmények szerint még ennél is rosszabb a helyzet. Ugyanakkor, mióta elkészítettem a legutóbbi videót, sokkal figyelmesebb lettem erre a jelenségre. Sok YouTube videóban, de még filmekben is felfigyeltem a furcsa mozgásra, természetellenes elmosódásra, ezért valószínűleg a probléma abban gyökeredzik, hogy mi szakmabeliek kondicionáljuk magunkat arra, hogy ezt az eredetileg is mesterségesen hozott szabályt betartassuk egymással. Van, aki érzékenyebb rá, van, aki kevésbé. Van, akinek fontos és van, akinek nem. A végszó viszont az, hogy nem veszük észre a hatást annyira, mint azt hinni szeretnénk. Kicsit olyan, mint a drága alkohol. Ha azt hiszed, hogy egy bor értékes, akkor komplex ízvilágúnak nevezed ihatatlan helyet, és beleképzeled azokat az egzotikus virágokat, amiket ráírtak a címkére. Ha egyszer a mozivászonra fogok filmet készíteni, nyilvánvalóan nem kell ezen a kérdésen töprengenem, mert ilyen helyzetben van olyan ember, akinek többek között kifejezetten az a munkája, hogy a beállításokra ügyeljen, a cinema kamerák sokszor beépített ND-vel rendelkeznek, illetve záridő helyett shutter angle-t használnak, így hibára esély sincs. Ugyanakkor egy YouTube videó készítésekor valószínűleg kár ezzel vesződni, mert ha csak nem egy szakmai közönség fogja nézni, nem fog nekik feltűnni semmi, a tartalom pedig fontosabb, mint a kinézet. Nehéz ez a kérdés, egyértelmű határvonalakat nem tudok meghúzni, hogy mit szabad és mit nem, de azt továbbra is tartom, hogy például ez már túl sok és kizökkent a videó nézése közben. Neked mi volt a kísérlet tanulsága? Esetleg van-e olyan rész, amit másképpen kellett volna megközelíteni? Várom a videóindítókat a kommentekben, illetve nem sokára jelentkezem egy videóval, ahol bemutatom egy korai fotómat, amit szégyellek, ugyanis a fogadás tétjét állom kell. Oké, mára ennyi. Köszönöm a figyelmed.